Üdvözlök mindenkit! Ma egy Junkász kazánnal fogunk szórakozni. Itt is egy szokásos karbantartási feladatokat kell ellátni rajta. Nézzetek meg, milyen gyönyörűséges. Na, itt is van ez a Junkász Kerapur modul nevezetű. Hát nem tudom, hogy ez most esetleg a kazánnak a neve, vagy az irányító egységnek. Lényeg az, hogy mint mindig kikapcsoljuk. Úgy, ezzel indul, akkor miután ezzel elkészültünk, akkor most kinyitjuk a kazánt. Most kinyílt a kazán, mint látjátok. Egy teljesen egyszerű megoldás van. Hallod, egy gázcsap, ugye szépen jön fel a gáz, azt megszívja a ventilátort, az lemegy az égéstérbe, aztán kimegy, és ettől egyszerűbb kazánt tulajdonképpen én még nem nagyon láttam. Nem sok elektronika, valószínűleg a teljes indítás ide bent van. Olyan túl sok dolgot nem tartalmaz ez, már legalábbis itt az égéstér. Nagyon szép, átlátható. Kimondottan mondhatnám azt rá, hogy ez igazán tetszetős ez a kazántest. Na jó. Akkor amit most csinálni kell, és ennek külön örülök, hogy a gáz nem kell lekötni, hogy ezt a felső részt kell leszedni magából a kazánból, hogy hozzáférjünk az egész égéstérhez. Nos. Egy teljesen egyszerű levételezési pont van itt egy anya, egy alátéttel, ami egybe is van rakva, tehát úgy néz ki, mint egy kis UFO. Ezt, hogyha leszedjük, utána kijön már majd az egész. Mondom, hátul van még valami, ami fogja, majd mindjárt megnézzük, hogy szépen leszedegetjük mindjárt ezeket a csatlakozókat, hogy jobban hozzáférjünk meg, hogy jobban lássunk, aztán utána folytatjuk a szétberhelését a kazánnak. Na, akkor ezt itt most megmutatnám, ugye látjátok itt ezt a három darab ilyen félköríves lukkal ellátott kis vékony lemezt. Ez így alá megy, oda az a tükrös rész alá, oda, így. Ott ezt így alá kell szépen dugni, utána pedig ez a csavar az egészet megfogja. Hát ez teljesen egyszerűnek tűnik. Na nézzünk bele a kazánba. Hát itt semmit nem lehet látni, mondjuk így nem is nagyon látom ezt így koszosnak. Jó, ingyen megpróbáljuk ezt jobban széllyel bontogatni, ha sikerül. És utána meg belenézünk, hogyha van valami érdekesség számunkra. Hogyha nincs, ha nem lehet belnézni, hogyha ez ennyire egybe van, hogy ezt maximum csak cserélgetni lehet, mint a legtöbb Junkász terméket, akkor ez ilyen. Na, közben találtam a kazánról, na, most így látszik, egy ilyen ábrát, hogyha ezt hogy lehet szétszedni. Első körben kiszedtem a régi ionizációs és szikrantó, illetve gyújtóelektródát, elnézést, hogyha rossz szavakat használok. Ez eléggé vacak állapotban, nem baj, hoztunk új gyűjtőmítéssel. Utána kiszedtem ezt a szűrőt, ez is elég retkes, majd ez némi takarítást igényel, és akkor utána nézzük most ide, ez is magáért beszél. Hát, annyira még csak nem is mondanánk olyan túlzottan vészesnek. Megpróbáljuk kitakarítani, de ennél tényleg nagyon kevés a hely, hogy bármit is tudjunk csinálni vele. Jó, hát akkor most ez jön. Na, mennyire lehetett, azért kitakarítottuk. Elég szorul lehetett hozzáférni, tehát így ezt viszont nagyon szépen megtakarítottuk, gyönyörűen átjárható. És egy egyszerű mozdulat, ezt vissza is tesztük. Úgy. Na, akkor jön a gyújtó és a ionizációs elektróda csere, ugye így nézett ki a régi, látjátok, ez azért elég szépen el volt égve. Valószínűleg működik még, mint azért, hiszen nem volt leállva a kazán, de ezt cserélni fogjuk. És a Junkász annyira nagyos volt, hogy az egységcsomagban még ezt a kis kémlelő üvegből is adott új alkatrészt, tehát itt vannak az újak, itt a vadonatúj, és a szintén a kis kémlelőveg, hát na, azért ennek így teljesen örülök, hogy ezt így megoldották. Egyébként érdekes a felszése, ugye van itt egy fémlemez, amin van két ilyen fém vízbasz, ami át fog majd menni, ott az ujjamnál talán látszik is, és azt fogja tartani, tehát felülről majd visszamegy a ventilátor, és azt fogja lefogni, tehát ez annyira egyszerűen van megoldva, hogy tényleg le a kalappal a tervezőnek, mert ezt végre gondoltak a szerelőre is. Visszahelyezve az elektródasor, mint mondtam, itt van egy ilyen kis fémpöcök, és ott hátul van egy olyan kis fémpöcök, ami tartja ezt a szigetelést, meg itt van még egy. Ez teljesen fix, ez így nem mászkál, nem mozog. Komolyan
csodálkozok ezen a fajta elrendezésen, meg elgondoláson, mert esküszöm, hogy ez így nagyon tetszik nekem. Na akkor most visszaszereljük a ventilátort, és visszakötjük a szétszedett vezetékeket. Na vissza lett szerelve minden, már egy gyors próbaüzemet is tartottam, gyakorlatilag gyönyörűen üzemel az egész. Szépen bekapcsol téged benne a tűz, megy a láng, megy a ventilátor, keringet a szivattyú. Ellenőriztem a nyomását ennek a kis csodának, ez is teljesen rendben volt. Jó, akkor most a következő rész, hogy megmérjük, hogy megfelelő mennyiségű a CO, amit kibocsát, hogy nem-e túl sok. És hogyha ezzel készen vagyunk, akkor utána tulajdonképpen ezzel a melóval együtt be is fejeztük a munkát mára. Na, életre lett keltve a kazán, a víznyomás az 1,6-1,7 körüli, tehát az rendben van, jelenleg 84 fokos a víz a kazánba. Időt nem fogok átállítani, mert jövő hétvégén lesz az óra átállítása nyári időszámításra, és az alapján most ez már itt teljesen rendben van. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy velem voltatok. A munkanaplót láttátok, akinek tetszett, az dobod egy lájkot, aki pedig szeretne, az iratkozzon fel, hogy azonnal tudjon értesülni az újabbnál újabb dolgokról. Na, ez volt a Junkers Cerepur modul nevezetű kazának a éves karbantartásáról szóló kis videó. Sziasztok!